Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégeim Petőc András, József Attila díjas költő, engedelmeddel az összes többi címet és rangot nem mondom el. És Bakony István, József Attila díjas irodalomtörténészünk, tisztelettel köszöntelek benneteket. A jelmondatunk a mai, a Petőc név megint szép lesz méltó régi nagy híréhez, ugye ezt édesapád mondta. Így van. Annak idején. Tulajdonképpen az én szándékom az volt eredetileg, hogy arról beszéljünk, hogy miként jutott el a jelenlegi állapotjába Petőc András, tehát az óbudai proli környezetből, az elit gimnázium, a Radnóti gimnáziumon át, az Elte bölcsészkaráig, a doktori disszertációig, a József Attila díjig, a sok-sok babérkoszorúig, érdemkeresztekig. De aztán én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb annál, hiszen mindenről még beszélhetünk, ez a kötet, amit a nézőknek is szeretnék megmutatni, amelyet Bakony István jegyez, és Petőc András újabb korszaka címet viseli. Nos, kezdjük azzal, hogy honnét eredeztethető a ti barátságotok, hiszen egy ilyen kötethez nem elég a irodalomtörténészköltő-író viszony. Hát lehet írni olyan költőkről, írókról is, akivel semmiféle kapcsolata nincs az embernek, mondjuk ha nem élnek már. Igen. De én nagyon szeretem azt a fajta kapcsolatot, ami az általam kiragadott szerzőkhöz fűzhető. Hát a mi kapcsolatunk egyértelműen a Kodolányi János főiskola, ez most már egyetemhez fűződik. Tudtam én a Petőc András életművőre, meg figyeltem is a dolgait, de úgy komolyabban nem foglalkoztam vele, és a kommunikáció tanszéken ott kollégák lettünk, és hát ha jól emlékszem, akkor ez fűzött először össze bennünket, de aztán találkoztunk egyéb alkalmakkor is. Hát röviden ennyi, ugye a Kodolányin ő továbbra is van, majd arról lehet, hogy beszél is, hiszen tanít továbbra is, sőt, ahogy teszik, íróiskolát vezet, és hát ezek a mi közös gyökereink. Nos, hát ahogy én elkezdtem, az nyilván nagyon fontos, de én azt hiszem az 1980-as éva fontos, hiszen az az első időszak, amikor elkezdtél irodalmi folyóiratokban publikálni. Aztán jött a vezetőszerkesztőség a jelenlétben, de most megérkeztünk ahhoz, hogy egy újabb korszak. Amit azt hiszem, hogy az irodalomkedvelők tudhatnak rólad, hogy otthon vagy az irodalmi életben, tudományban, hétköznapokban, a családban, a zsidó-keresztény civilizációban, jószerivel, mindenben, tehát így akkor mondhatjuk, hogy Európában, és én pontosan ezért egy Európa metaforája című versetből, ami 10 esztendél született, idéznék: pördül egyet, megfordul majd ismét, mutatja önmagát, mosolyog, nevet, ismételt fordulás, pördülés, könnyed kézmozdulat, lebegő visszafordulás, kézmozdulat ígérés elhárít, szigorú és fagyos, majd hátat fordít, már-már kétségbe esel, de egy pillanat múlva visszanéz, csak úgy, szinte észrevétven, a szeme tágra nyílik, szembogára kitágul, nevet rád, csak rád, boldogan nevet, döbbenten állsz, torkod összeszorul, nem folytatom. Tehát ennyi, ez az Európa metaforája részedről. Honnét ez a pálfordulás, ez az újabb korszak? Tehát itt most már a könyvre térjünk rá, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy teljesen más stílus volt a tiéd, ha úgy tetszik. Hát tulajdonképpen nem tudom, hogy van-e pálfordulás, ezt István talán jobban tudja, mint én. Én Pilinszkit szoktam idézni, nagyon szeretem Pilinszki Jánost, aki szintén fehérvári is. Ő ugye azt írja, hogy amiként kezdtem, végig az maradtam, azt írja az egyik versében. Én azt hiszem, hogy bármilyen furcsa is, én amiként kezdtem, végig az maradtam. Tehát én a kezdetén, 80-ban is, amikor elkezdtem a pályát, akkor is voltam idézőjelben konzervatív és idézőjelben avantgárd. Bennem volt mindenféle nyughatatlanság olyan szempontból, hogy a legkülönbözőbb dolgokat meg akartam ismerni, és amikor megismerek valamit, akkor meg is akartam mutatni, és ez ma is bennem van. Lehet, hogy 20 évesen bizonyos szempontból idézőjelben bátrabb voltam, mert 20 évesen az ember még nem nagyon fedezi fel a korlátait, és ma már talán jobban megfontolom azt, hogy éppen mit fogalmaznék meg, vagy hogyan fogalmaznék meg, de azért ettől függetlenül
ma is vagyok konzervatív is, meg avantgárd is, ha úgy tetszik. És erre egyébként István azt hiszem rá is mutatott az ő monográfiájában. Ugye ez a monográfia a 60. születésnapodra készült, és Budapesten volt a bemutató. Ez sikeres volt a bemutató, mint minden Bakonyi könyvnek. Honnét jött a gondolat, hogy ezt mindenképpen meg kell írnod? Tudjuk, hogy termékeny vagy, de ez azért ebben az értelemben mégis más. Hát az előbb emlegetett kapcsolatteremtés a Kodolányin, az előbb-utóbb azt hiszem, hogy maga után vonta azt, hogy én foglalkozni szeretnék az ő újabb korszakával. Hozzáteszem, hogy Petrőcz András egyéb korszakairól már két korábbi könyv is megjelent, hiszen Vilcsek Béla és G. Komoroszi Emőke már átfogta ennek a pályának a lényeges vonalát. És akkor azt hiszem, talán a regény trilógiád első kötete, az indított el bennem sok mindent, meg a Behatárolt térben című verses kötet, és miután annyira széles és annyira terjedelmes az életmű, meg se próbáltam az egész életművet felölelni, mondom, a két elődöm ezt jó részt megtette, és én úgy gondolom, hogy ez a utóbbi évtized, ez mindenképpen hozott bizony fordulatokat, de Andrással értek el, meg kell mondanom, én sem hiszem, hogy pálfordulás történt, mert szokták mondani ugye, hogy a bizonyos avantgárdhoz kötődő szerzők előbb-utóbb klasszicizálódnak, mert ilyeneket szoktunk mondani, viszont az is igaz, hogy ezekben a formailag feszesebb versekben, szonettekben is ott van valahol az a hozadék, amit az avantgárd hozott az ő számára. Egyéb iránt nincs ebben egyedül, hiszen ezt megelőző éppen Péntek Imrével foglalkoztam, és nála is láttam hasonló vonásokat, hogyan változnak ezek a dolgok. De tényleg igaz, hogy a ifjú korában is művelt a András is a kötöttebb versformát. Most az utóbbi időszakban tényleg inkább azt látja az ember, de ha belemélyedsz a szövegekbe, ott bizony ott vannak ezek a nyomok, amik a korábbi korszakokból kerülnek. Amit az előző monográfiában is megjelent, hogy a Komoroszi írta, hogy együtt van nála az avantgárd és a realistának nevezhető tudomány. Igen. Így van, és hát borzasztó érdekes, hogy ha már így konzervatív és avantgárd szóba került, nekem a első két nagy költőélményem, akire már mint mesterre gondoltam, az Pilinszky János volt és Tandori Dezső. Na most milyen érdekes, hogy egyrészt Tandori is nagyra tartotta Pilinszkyt, és jó kapcsolatban voltak. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy Pilinszkynek a versnyelve az egy sokkal feszesebb, sokkal konzervatívabb versnyelv, mint a Tandori esetében, amelyik hasonló módon sok mindent kipróbál. Én azt hiszem, hogy amikor 1979-80-ban elkezdtem azt, hogy akkor én ezen a pályán próbálok mozogni, és kiválasztottam ezt a két vezérlő csillagot, akkor úgy érzem, hogy jól választottam, és én nagyon büszke vagyok, hogy mind a kettővel volt egy pici kapcsolatom. Pilinszkyvel nagyon kicsi kapcsolatom, mert hogy meghalt, Tandorival egy nagyobb ívű kapcsolatom. Én egyébként érdeklődéssel olvastam. Tehát amikor ezt az elemzést elkezdted, és elkezdted vizsgálni ezt a hagyományos szerkezet és stílust, hogy ez most előnyben részesül, hogy fogtál neki? Hiszen azért te az egész életművet ismered. Hát azért annyira mélyen nem ismertem én akkor az egész életművet, legyünk őszinték. És mondom, talán ez a regény trilógia fogott meg inkább először is, ugyanis ez a Másnap az idegenek és az Aisa című regények, amik remélhetőleg egyszer meg fognak jelenni egy kötetben. Egy is. Nagyon szeretném, igen. És ezek... még az is terve van véve, bocsánat, hogy közbevágok, hogy éppen Bakonyi István utószavával jelenne meg, mert ő ennek a trilógiának valóban értő elemzője. Én azt mondom, hogy nagyon élveztem az olvasását, pedig egy szörnyű világról szól ráadásul ez a regény trilógia, nem akarjuk ezt most részletesen kifejteni nyilván, de hát arról szól gyakorlatilag, ami a mai világot olyannyira szennyezi, szörnyűségeket, terrorizmussal, erőszakkal és így tovább, viszont annyira megfogott engem ez. Jobban, az az igazság, hogy először azt hiszem inkább ez fogott meg, és nem is a lírája, de aztán például a Behatárolt térben, meg az egyéb kötetei, amiket végigvettem, ezek mindenképpen én azt hiszem, hogy a utóbbi évtizedek legjobbjai azt tartanak a kortárs magyar irodalomban. Mondjuk az nem ritkaság, hogy valaki prózát és lírát is ír,
vannak ugye olyanok, aki mind a három irodalmi műnemet megpróbálják. Drámát nem sokat írtál. Nem, hangjátékom volt. De igen, kiváló barátja Zalán Tibor, viszont éppen azt hiszem mind a három műnemet alkotott. Ő igen, ő mind a háromban. Aki le egy napon született. Sőt, amikor megérkeztetek, megérkezett ugye Derzsi János, akkor ment el, Jászai Marina színművészünk, akivel már is összetalálkoztatok, és kiderült, hogy az egyik hangjátékodban ő maga is szerepelt, amire díjakat is kapott. Így van. Hát a hangjáték majdnem dráma. A hangjáték az majdnem dráma, és borzasztó jó volt Derzsivel találkozni. Évtizedek óta nem találkoztunk, tehát ez valamikor a 90-es évek elején volt, hogy mi együtt dolgoztunk. Valamit még szeretnék hozzátenni ehhez az avantgárd, nem avantgárd kérdéshez. Hát ha végig gondoljuk a 20. század egész irodalmát, magyar irodalmát, akkor azt mondom, hogy József Attilára, Radnótira, Illyésre is hatott az avantgárd. Mégsem lettek igazából elsődlegesen avantgárd szerzők, mint például a Kassák. És Kassák nem, ami nem hangzott el, de Kassákról is, és én tudom Andrásról, hogy nagyon nagy hatása volt rá, ha már itt Pilinszky és Tandori neve előkerül. No, ha már a líránál tartunk, akkor hallgassunk meg egy Petőc verset. Jó, boldogan, nagyon szívesen. A Visszaforgatott idő című kötetnek az első versét olvasnám föl, az a címe Az idő és a költő. Az idő lassan elszivárog, szaporodnak a halálok, sziszeg a szél, arról beszél, nem az jön majd, akit várok. Az idő múlik, múlik egyre, nem vagy méltó kegyelemre, feléd nyújtva Isten ujja, mégsem mehetsz a magosba. Az idő csendben rátelepszik, a föld alá befekszel, itt hasznot leső, sűrű eső, föléd kúszik a márványkő. A költő éppen csak, hogy játszik, legfőlebb, ha dudorászik, itt az óra, mandragóra, mérge csöppen haldoklóra, az idő fehér szakált növeszt, fehér pajzsával körbevesz, enged közel, emígy ölel, költő felett fehér kereszt. Költő idő, jó barátok, nem fog rajtuk soha átok, semmi ágán szív didereg, kémlelik a sötét eget. Köszönöm szépen. Tehát költő idő, jó barátok? Ez valóban így van? Ez tapasztalás. Hú, de jó kérdés. Költő idő, jó barátok. Hát, hogyha lenne több idő, mindig időt szeretnék. A napnak ne 24 órája legyen, hanem mondjuk 36. És akkor minden beleférne. Te csak azt hiszed. Igen. István, tehát akkor itt most mi ott tartunk, hogy a tízesztendő, az elmúlt tízesztendő, milyen változásokat tapasztaltál, amelyeket le is írtál? Tehát ez egy fontos időszak. Reagálnék erre a versre. Helyes. Ugyanis ez a kötet már az én könyvecském megjelenése után látott napvilágot, foglalkoztam vele, és írtam is róla, meg fog majd valamikor jelenni. De hát ugye egy olyan, és ez azért visszavezethető az elmúlt évtized számos művére is, hogy az az idő probléma, ami ősidők óta foglalkoztatja a hétköznapembert és a művészt is, ez kikerülhetetlen, azt hiszem. Föltető a kérdés, hogy lehet erről újat mondani, és azt hiszem, hogy lehet, és ehhez kapcsolódik egy olyan, ugye észrevettétek nyilván, hogy itt a József Attila vendégszöveg is benn van egyszer-kétszer. Ugye, hát a semmi ágán, igen, nyilvánvalóan. Nekem egyébként a magyar költészetből talán a legkedvesebb soraim ezek, hogy a semmi ágán ül szívem, kis test, a hangtalan vacog. Csodálatos két sor, folytatódik persze a csillagokkal többek között, de nagyszerűen magyarázható, vagy megmutatható vele a modern lírának számos vonása. És hát ugye valljuk meg őszintén, valamennyien az idő fogságában élünk bizonyos szempontból. Én újabban nem is azt szoktam mondani, hogy rohan az idő, vagy gyorsul az idő, hanem hogy fogy sajnos az idő, és az András is ezzel néz szembe, nagyon őszintén, nagyon mélyen azt gondolom, nagy költő elődeihez méltó módon. És hozzátartozik az is, ami főként az utóbbi korszakra jellemző elsősorban, az Istennel való párbeszéd. Én írok is ebben a könyvben arról, hogy ez megint József Attila emlékeztet egy kicsit, mert ez egy olyan fajta emberarcú istenkép, ami az ő lirájában benne van, ami ha nem is páratlan a magyar költészet, de számomra rendkívül vonzó. A
hétköznapi emberek között ténfergő, akár a kocsmába beülő, a emberekhez odaforduló Isten arc kerül előtérbe, és hát azt hiszem, hogy ez mindenképpen rokon azzal, amit én szoktam mondani, hogy a műalkotás csak kegyelmi állapotban jöhet létre, és ezt a kegyelmi állapotot én nagyon erősen érzem a Petőc életmű utóbbi évtizedében. Miként találkozik a Petőc életműben a költészet? Ugye beszéltünk itt, és a tanítás. Ez azért fontos számomra ez a kérdés, mert egyre inkább mondják, hogy felhígulnak a főiskolákból lett egyetemek, és általában a humán szakok nem különben. Mi a személyes tapasztalatod? Tulajdonképpen jónak tartom azt, hogy ma már nem elég, hogy valaki érettségizett ember. Ugye volt valamikor egy ilyen megfogalmazás, hogy érettségizett ember, és akkor az már azt jelentette, hogy akkor ő már része valamiképpen egy értelmiségi világnak. Ma már úgy látom, hogy a fiatalok helyesen megpróbálnak főiskolákra, egyetemekre eljutni. Ez egyáltalán nem baj. Ez egyáltalán nem rossz. De ennek megfelelően nyilvánvalóan az egyetemi oktatás, a főiskolai oktatásban a hallgatói állomány hát egy kicsit hát több színű lesz, hogy így mondjam. Ez jó, ez hozzátartozik a dologhoz. Én viszont nagyon-nagyon boldogan csinálom ezt a tanítást, és ami nagyon jó, hogy én az egyetemen a kreatív írást taníthatom. Tehát én szépírói kurzusokat vezetek. Háromféle szépírói kurzust vezettek, líra, dráma, próza, és gyakorlatilag ezeken a kurzusokon sokat tanulok. Tehát fantasztikusan jó érzés. Nem csak fiatal hallgatóim vannak, hanem idősebb hallgatóim is, mert külsősök is jelentkezhetnek a kurzusokra. Azt tanítjuk, vagy azt tanítom a Kodolányi Egyetemen, hogy hogyan írjon az illető verset, novellát, vagy akár egy hangjátékot, vagy egy színpadi jelenetet. És ez nagyon gyakran megtörténik az, hogy én magam is, miközben tanítom, rádöbbenek arra, hogy úristen, most megint tanultam valamit én is, mert rájövök arra a formára, miközben tanítom, hogy valóban igaz az, amiről beszélgetünk, hiszen az illető, a hallgató, a fiatal, vagy kevésbé fiatal hallgató, az hoz valami olyan műalkotást, ami példaként már ott van előttünk. Így ezt én a saját alkotói tevékenységemben borzasztóan jól tudom hasznosítani. Azért volt ez a közbevetett kérdés, mert ugye egyrészt magad is pedagógus is vagy, a másik oldalról pedig maga a kötet is. Én azt gondolom, hogy megérdemelné a figyelmet, úgyhogy egy fiatal korosztály és nem csak az irodalomtörténész kapcsolódó emberek olvassák. Igen, ezek ilyen ábrándok. De ez egy ábránd, igen, tudom én. Még azt szeretném hozzátenni, bocsáss meg, hogy reagálnék Andrásnak elme szövegére, hogy ezek a tanítványok között már kötettel rendelkező szerzők. Nagy Lea például eszembe jut, akinek versét a Várban is közöltük néhány évvel ezelőtt, és nagyon nagy öröm volt számomra, amikor a 60. születésnapot a Petőfi Tudományi Múzeumban a tanítványok is megszólaltak saját műveikkel, vagy például, ha jól emlékszem, egy másik rendezvényen is a nyitott műhelyben ugyancsak ezek a fiatal vagy kevésbé fiatal tanítványok szerzőként szólaltak. Ez mindenképpen megerősítés, gondolom. Igen. Persze, hát és említhetném meg még Germán Ágnest, vagy Hájkovács Istvánt, őnekik mind-mind most már könyvük van. Természetesen megerősítés és egyfajta sikerélmény. Jó dolog ezzel foglalkozni, és én nagyon hálás vagyok egyébként a Kodolányi Egyetem vezetésének, hogy ezt hagyja, hogy csináljam. Tehát gyakorlatilag az én kötelező óraszámom az én szórakozásom, hogy ezt lehet mondani. Vagy a kötelező óraszámom egy része. Nos, tehát akkor folytassuk a kötet. Melyik volt még az a rész, amit mindenképpen szerettél volna a Petőc életmű elmúlt 10 esztendőből kidomborítani? Hát nagyjából elmondtam, tehát itt nagyon fontos prózai és verses kötetek születtek meg, és látom ugyanakkor azt a fajta
szerves egymásra épülést, ami szerintem egy irodalmi, egy írói költői életművel rendkívül fontos, és látni a folyamatosságot is, íme itt egy másik kötet, és én azt hiszem, hogy itt még van egy sereg olyan dolog az ő jövőbeli irodalmi életében, ami számos meglepetést fog okozni az olvasók számára. Egy kritikus úgy fogalmaz, hogy Bakonyi István szerint olyan szintézis született meg Petőc András újabb korszakában, amelyben felismerhetőek a régebbi megújító tendenciák elemei is. Erről beszéltem már, igen. Igen. És ezzel miként te egyetértesz ezzel? Nézd oda, tehát tulajdonképpen a kezdés pillanatában, és itt még talán nem baj, hogy elárulom, hogy mielőtt leültünk volna beszélgetni, szó került egy vers, egy régi versről, a Hadsoros című versről. Tehát tulajdonképpen a kezdés pillanatában elindult egy folyamat, amikor ezek a világok így bennem egyszerre jelen voltak. És mondom, nekem tényleg bennem egyszerre jelen volt mondjuk Babits, Kosztolányi és Kassák is, és Pilinszky. Imádtam Pilinszkyt, és Nagy Lászlót is hozzátehetjük pontosan, és Tandori. Meg Bella talán. És Bella István, Bella István másképpen, igen. Bella István már egy igazi költői barátság volt. Tehát ők tényleg együtt voltak bennem, és ezek az alkotók akik, és alkotásaik, akik bennem voltak, ezek mindig újból és újból talán egyre változó szinten, vagy más megvilágításban, de mindig előkerülnek. Tehát valóban a szintézisek megvalósítása az borzasztóan fontos volt a számomra. József Attilát említik úgy, mint egy olyan költőt, aki szintézis teremtett a különböző irányok között. Nekem nagy példaképpen ő, és amikor olvastam ezt az előző verset, az Idő és a költőt, akkor előjött bennem, hogy a népi költészet is milyen erősen bennem van tulajdonképpen, akár a népdal is, meg a népköltészet is, hiszen itt vannak ilyen rájátszások ebben a versben. És gyakorlatilag milyen érdekes az is, hogy amikor beszélünk népköltészetről, nagyon gyakran azt mondjuk, hogy a szürrealizmusban megjelenik a népi szürrealizmus, vagy a népköltészetben megjelenik a népi szürrealizmus, avantgárd és hagyomány szépen összekapcsolódik. Ezeket a dolgokat összehozni, egy szintézisre emelni, hát nekem mindig élmény. Nos, igen? Erről szólnak egyébként többek között Csóri Sándor bizonyos esszéje is, aki arról beszél, hogy a magyar népdalban, a népköltészetben ott vannak a szürrealisztikus vonások. Ez nagyon első hallásom, mint a meglepőnek tűnik, pedig így van. Nos, akkor következik egy vers, még egy vers. Még egy vers jöhet. Jó, ez egy rövidebb vers lesz, és a visszaforgatott időnek a hátlapján is rajta van, így innen tudom majd olvasni. Az a címe, hogy Alagútban boldogan, szomorúan. Csak egy zárójeles megjegyzés, ez a boldogan, szomorúan szintén rájátszás valamire. Kosztolányinak volt a híres verse, boldog, szomorú dal. Alagútban boldogan, szomorúan. Évek óta gyalogolok valami alagútban. Nem tudom, hova vezet. Amikor elindultam, talán még tudtam, mit keresek. Évek óta tart ez az út. Már félek igencsak. Nem tudom, hova, merre fut. Nem tudom. Évek óta gyalogolok valami alagútban. Nem tudom, hova vezet. Valaha volt valami, ami volt az enyém. Talán erre lehet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Köszönöm, hogy megtiszteltetek. Kedves nézőink, Petőc Andrásról, Petőc András újabb korszakáról jelent meg Bakonyi István legújabb kötete. Ha tehetik, kérem szépen, és még megmutatnám még egyszer. Vásárolják meg, és olvassák el, higgyék el, érdemes. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.